Az Irigy Hónaimirigy énekese Sípos Tomi, Tájföld igazi szerelmese, rengetegszer járt már az ázsiai országban, már mindig olyan célpontot keres, ami nem igazán a turisták fő célpontja, ilyet ajánl most a Drive magazin nézőinek is. Tulajdonképpen most már azt hiszem 5-ször voltam, és ebből a javarészében a családommal voltam haverokkal is, az egy megint egy más típusú nyaralás volt, de alapvetően azt mondom, és most már megértem azokat a kedves kollégákat, akik meséltek arról, már 15-5-ször vannak, és mondom, hogy normális vagy, hogy 15-ször ugyanoda menni, hiszen a világban annyi szép hely van, de most már tudom, hogy ezt miért mondják, hiszen ott tényleg olyan a tengervíz, olyan a levegő, olyan aki bírja azt az ázsiai feelinget, annak ez egy fantasztikus ország, és én azt gondolom, hogyha tehetem még majd az életemben, akkor akárhányszor, de visszamennék oda nagyon szívesen. Gyakran megy az ember egy ilyen helyre, mindig más-más helyszínt néz meg, vagy beálltatok mondjuk egy szigetre? Nekünk van egy nagy szerelmünk, Krabi, ahova most már háromszor is visszamentünk, ugyanabba a hotelba, és ugyanarra arra a partra, tehát nyilván a hotel ott van, akkor a part is. Tehát, hogy tulajdonképpen igen, és akkor ezt általában mindig úgy csináltuk, hogy ott vagyunk egy hetet, és egy hetet elmegyünk máshova. Phuketen többször voltunk, Koh Samuin is voltunk, de szeretnék még egyéb helyeket is felfedezni, Bangkokot is imádom, tehát tényleg azt mondom, hogy ha lehet ezt mondani 5 alkalom után, hogy már hazajárok, mert tényleg olyan, amikor leszállok a repülőről, olyan, mint ha ott élnék kvázi, pedig hát azért annyi időt nem töltöttem ott, de mégis valahol nagyon közel áll a szívem. Ez egyből kialakult ez a kapcsolat köztem és Tájföld között. Tájföldről mit kell tudni? Tipikusan az az ázsiai ország, ahova csak kiutazni drága, és ott lenni pedig nagyon olcsó? Hát inkább úgy mondanám, hogy el lehet nagyon sok pénzt is költeni, meg azért, hogyha az ember egy kicsit észszerűbb, akkor azért meg lehet úszni ezt kevesebből is. Nyilván, hát hogyha 5 csillagos hotelban mész, akkor az drága, meg ha minden nap olyan éttermekbe eszel, akkor drága, de az utcán eszel, és olyan helyeken laksz, ami nem feltétlenül a legdrágább, akkor azért ki lehet jönni jól is belőle, de azért most már azért a forint bat árfolyam lényegesen rosszabb, tehát most már azt hiszem 12 fölött van, úgyhogy amikor én voltam először, akkor még 8 volt, tehát azért ilyen értelemben drágult ott is az élet. És hát megfogtál egy jó témát, az utcánevés témája. Mennyire szabad egyébként, meg mennyire biztonságos? Hát nekem sose volt ebből semmi problémám. Én imádok ott beülni. Hát a Bangkokban, amikor egy 8-sávos főút mellett pöfögnek az autók, azt mindennek mondanám, csak nem éppen higiénikusnak, de maga a feelingje, én nekem soha az életemben semmi problémám nem volt. Ellentétben mondjuk, amikor Egyiptomban voltam, ott ugyanúgy bármit tettem, azonnal a mosdó volt a következő úti cél. Itt akármit ettünk, bárhol, bármilyen körülmények között soha nem bocsájtunk. Hát nyilván oda kell erre figyelni, meg aki érzékeny, azért az vigyázzon, de hát hála Isten, nekem ilyen vas szervezetem van. Mit lehet a tengerparton csinálni, csak döglés, napozás, vagy aktívan jetski, hajókázás? Hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy ott minden ilyen szabadidős tevékenység elérhető, és érdemes is kipróbálni. Hát ez ugye megint csak az a téma, hogy kinek mennyi pénze van, mert el lehet egy vagyont is költeni. Én amikor már utóbbi 2-szer voltam, már ilyen 20-an mentünk legalább, és akkor már tulajdonképpen ilyen privát hajótúrákra mentünk, mert olcsóbb volt, mint ha befizettük valahova, viszont ott álltunk meg, ahol mi akartunk. Tehát tulajdonképpen tényleg olyan volt, mint hogyha paradicsomban lennél, mert egyedül mi voltunk azon a tengerparton, mondtuk a kapitány, hogy ott álljon meg, és akkor megállt, és tényleg fantasztikus volt, és közel 40-valány évet vártam, hogy az éjszakai planktonokat megtapasztaljam, hogy az milyen feeling, tehát szóval 1000 millió dolog van, kulturális része, rengeteget lehet kirándulni, a különböző templomokat, mindenféle építészeti dolgokat megnézni, az élővilág, ugye az elefántok, az minden egyéb, a majmok, tehát aki erre fogik, hogy arra is tökéletes, tehát csak soha nem elég az idő arra, mert én legszívesebben elmennék októberben és áprilisban visszaérkeznék, amikor itt újra jó idő van. Még azt áruld el, ha először megyünk, akkor milyen útvonalat érdemes bejárnunk, mondjuk Phuketet, ami egy ilyen klasszikus célpont? Hát szerintem a Phuket az inkább turista. Hát persze ki mire kíváncsi, hogyha valaki inkább a természeti szépségek, akkor én mindenképp a Krabit javasolnám, hiszen Krabi és Phuket ugyanazokat a kirándulásokat adja, mert ugye nagyjából félúton vannak ezek a dolgok a kettő közt. És Krabi azért, azt mondták nekem ott egyszer, hogy ami szép dolog a prospektusokban, azt általában a Krabin fotózzák. Úgyhogy én mindenképp a Krabit javaslom, ez egy csendesebb, ha éjszakai életre vágyik az ember, azt megtalálja ott is. Phuketen már nagyon sok a turista, és az árak is egy kicsit magasabbak most még, de ott is mindegyik gyönyörű, nem, nincs rossz hely, tehát az kétségtelen, de nekem a Krabi az a szerelmem.